A Fidesz járvány kezelésének talán a legundorítóbb része, hogy benyújtott a parlamenttel egy olyan törvényjavaslatot, amiben a címe az volt, hogy megemelik az orvosoknak a fizetését. Ebben a törvényben, amit két nap alatt toltak át a parlamenten, ö, sajnos az is benne van, hogy az ápolók bérét viszont ö, hát úgy szabályozzák, hogy az minimum nem nő, de valójában a pótlékok és egyéb más utatások elvesztése miatt csökken, sőt, még a második, illetve harmad állásaikhoz is engedét kell kérniük, tehát zsarolhatóká válnak még sokkal jobban. Tehát a Fidesz egy olyan réteget zsarol meg, amelyik éjjel-nappal azért küzd, hogy a többiek szó szerint ne halljanak meg. És ezeket zsigereli ki még jobban a Fidesz-KDNP kormány. Én ezt a törvényt nem szavaztam meg. És mivel tudom, hogy a jövő héten kellene aláírni ezt a törvényt, legalábbis az edző ebből fakadó új munka, munkatörvénykönyvből fakadó új szerződéseket a szakápolóknak és a kórházi dolgozóknak, arra kérem őket, hogy ne írják alá. Harcoljanak magukért, álljanak ki a normális bérekért, álljanak ki magukért azért, hogy megmutassák, hogy ők is emberek, és méltóak arra, hogy normálisan éljenek, főleg akkor, amikor a nap minden egyes percében Miértünk küzdenek?